az Isteni Üdvözítő Társasága, vagyis a Szalvatoriánus rend tagjai. A közül az 1300 szerzetes közül valók, akik a világ 38 országában hirdetik az evangéliumot. Lengyelországban születtek, most Magyarországon élnek. Egyikük a magyarországi szalvatoriánusok előjárója, másikuk egy nagy hagyományú katolikus falu plébánosa. A mai ismeretlen ismerős Staroszka Sztyaniszláv, vagyis Szaniszló atya, és Miklusia Kristóf, vagyis Kristóf atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önöket! Én több mint 10 éve ismerkedtem meg a Szalvatoriánus renddel. Előtte nem is hallottam róla, és gondolom nagyon sokan vannak, illetve voltak így Magyarországon. Lengyelországon mennyire közismert a Szalvatoriánus rend? Lengyelországban mondjuk ilyen közepes közösség a Szalvatoriánus rend. Az első helyen a statisztika szerint állnak a ferencesek, utána jezsuiták, szalíziak, és a szalvatoriánusok 5.-6. helyen vannak közel 50 rend közül. Tehát középső, közepes nagyságú. És hozzá szeretném tenni azt, hogy itt ezen a környéken a szalvatoriánus rend női ága ismert volt, mert Máriabesnyőn laktak szalvátor nővérek, és mivel 1950-ben megszűnt a közösség az államosítás miatt, a szalvátor nővérek házába sokan jártak a fiatalok közül, akik ott tanultak. Ott működött egy középiskola is ebben az épületben, ami egykor szalvátor nővéreké volt. Ők akkor mióta voltak itt Magyarországon? Szalvátor nővérek Budapestre, Angyalföldre telepedtek le 1890-es évek vége felé. Ott létesítettek házat, iskolákat is, és 1950-ben, az államosítás idejében 250 nővér volt a közösségben. Sajnos ez a közösség nem tudott tovább működni, és amikor a rend női ága, szalvátor nővérek újra indultak, 30 nővér újra jött a közösségbe. De akkor most tisztázzuk, hogy mi is a szalvatoriánus rend, honnan ered, mikor alapították és ki alapította? A szalvatoriánus rend nem olyan régi, mint például a ferences vagy jezsuita rend. 1881-ben jött létre Rómában. Jordán Ferenc atya, német származású pap alapította azzal a céllal, hogy a közösség tagjai hirdessék meg az evangéliumot minden egyes embernek a változó körülmények között. 19. században Európában nagyon viharos idők uralkodtak, illetve nagyon sok és nagyon mély társadalmi változások mentek véghez, és az egyháznak nem alkalmazkodnia kellett az új lehetőségekhez, illetve a korlátozott lehetőségekhez, például a lásd kultúrharcot Németországban. És Jordán Ferenc atya a szalvatoriánus rend alapításával bizonyos választ, erős választ akart adni arra az változó világra és a korlátozott lehetőségekre. Szalvatoriánus karizma tulajdonképpen két dologra tesz hangsúlyt. Az első, Jézus Krisztus a világ, az ember egyedüli üdvözítője. Nincs másban az üdvösség, sem a különböző filozófiákban, sem a materializmusban, sem a
egyéb, úgymond ötletekben nincs üdvösség, az azt jelenti, hogy az ember nem találja a végső választ az élet nagy kérdéseire, másban, mint az Istenben. Másrészt pedig minden egyes ember fontos. Fontos volt is van az Isten számára, és a szalvatoriánus rend számára is kell, hogy legyen minden egyes ember fontos. Senki sincs kizárva abból a lehetőségből, hogy megismerje az Istent, megismerje az életének céljait, mi voltát, és ezáltal léphessen szoros kapcsolatban az Istennel, és ezáltal üdvösségre jusson. Ez a legnagyobb célja, legáltalánosabb célja a szalvatoriánus rendnek. A Jordán Ferenc atya még a hithirdetés lehetőségeiről is beszélt. Azt mondta, hogy minden lehetséges alkalmat, lehetőséget, eszközt kell megragadni annak érdekében, hogy minden egyes ember kapjon lehetőséget az Isten megismerésére. Érdekes, hogy az első gondolat Jordán Ferenc fejében akkor született meg, amikor még messze volt a papi pályától is, a szerzetes élettől. Ő egy inas volt, aki bejárta az európai, nyugat-európai országokat, az akkoriban szokásban lévő inas gyakorlat útján, és bremai kikötőben, más helyeken is, de főleg ott találkozott a proletár társadalmi réteggel, az emberekkel, akik beköltöztek valahonnan a városokba, és ott belerekedtek bizonyos ilyen proletár negyedekben, és távol kerültek az egyháztól, de mondjuk a normál élettől is. Jordán Ferenc felfigyelt arra, hogy ők nagyon szegények, lelkileg nagyon szegények. Ő 19 éves volt akkor, és már akkor megértette azt, hogy az ember nem tudja élni a teljes életet anélkül, hogy megtalálja az Istent. Lehet úgy mondani, hogy az élete Istenét, de tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az Istent, nem akármilyen Isten kép megteszi azt, hogy az ember megtalálja benne a fontos válaszokat az élete fontos kérdéseire. Tehát Jordán Ferenc atya, mint inas, találkozott az emberi lelki szegénységgel is. Az vezette őt arra, hogy pap legyen, és utána a következő lépésben hozzon létre egy olyan szerzetesi közösséget, amely terjeszti az evangéliumot. Illetve ad lehetőséget az embereknek, hogy megismerjék Jézus Krisztust. Sokan talán névről ismerik, de gyakorlatilag tulajdonképpen a szív hullámhosszán nem tudják őt megismerni, vagy rossz példákat látnak a keresztények között, vagy egyszerűen nem találkoztak a kereszténységgel, Jézus Krisztus evangéliumával, és emiatt vagy nem ismerik, illetve csak névről ismerik Jézus Krisztust, ezért nincsenek vele egy jó kapcsolatban. És akkor tulajdonképpen ez a cél az, ami megkülönbözteti a szalvatoriánus szerzetes rendet a többi szerzetes rendtől. Igen. Minden egyes embernek meghirdetni az evangéliumot minden lehetséges eszközön módon. Magyarországon mikor alakult meg a rend? 1898-ban jöttek
az első szalvadoriánusok Magyarországra, Temesvárra, amikor a város ide tartozott, és a közösség nagyon jó fejlődött. 1940-es években 30, kb. 30 szalvadoriánus tevékenykedett Temesváron, bár a trianoni békeszerződés után sajnos Temesvár kint maradt. A szalvadoriánus rend, vagy közösség újraalapítása 1998-ban történt. Pont 100. évfordulóra. És először Szőrligeten volt egy közösség, két fős közösség, utána fejlődött a közösség is. 1999 óta Galgahíjvízen, és 2009 óta Gyulán is tevékenykedik egy rendtársunk. Hányan tartoznak most Magyarországon a rendhez? Hány tagja van? 11 tagból áll a közösségünk. Három helyen tevékenykedünk. Szödligeten és Szödön, ami tulajdonképpen egy háznak számít, Galgahíjvíz és Gyula. És köztünk hat pap, egy testvér, két kispap és három novicius. Akkor ezt most tisztázzuk, hogy melyik tisztség mit jelent. A pap ugye, mint önök is, akik fel vannak szentelve. Igen, a novi... mi papok is szerzetesek. És szerzetesek. Aha. Kettő egyben. Aha, értem. És, a novicius? A novicius az a fiatal, az az ember, aki csatlakozik a rendhez, a közösséghez, és készül az fogadalomtételre, miáltal teljesen fog tartozni a közösséghez. Noviciátus egyrészt kiképzési idő, másrészt pedig ilyen próba idő. Az ember próbára teszi önmagát elsősorban, utána nézi a közösséget, és a közösség is nézi az embert, hogy mennyire tisztában van a hivatásával, az elhivatottságával és a rend karizmájával való kibéküléssel, hogy mennyire elfogadja a rend céljait. És ez az időszak egy évig tart, fogadalomtétellel zárul, és utána a napizás végén tulajdonképpen az illetőnek döntenie kell, hogy a szerzetes renden belül milyen utat szeretne folytatni, vagy papi, vagy testvéri utat. Mindkettőre van lehetőség. És mi a különbség a pap és a testvér között? A papi hivatás a szerzetes életben abból áll, hogy az illető felhasználja a papi szentelés adta lehetőségeket. Misézhet, gyóntathat, prédikációkat mondhat. És egy testvér pedig felhasználja a szakmája adta lehetőségeket. Például Szödligeten van egy testvér, Szaniszló testvér, aki kántorként hirdeti az evangéliumot. Tehát éppen ez az alapvető különbség, bár a szerzetes életben egyenlőleg vagyunk, bár mások a lehetőségek. Önök ugye Lengyelországból jöttek, de Magyarországon vannak más nemzetiségű szalvatoriánusok is, ugye? Igen, a közösségünkhez, ahogy mondtam, 11 szalvatoriánus tartozik, köztük 5 pap van, és mind lengyel. Egy testvér szintén lengyel, de már a fiatalok, két kis papunk van, magyarok, és ők Temesvárról, illetve Temesvár környékéről jöttek hozzánk, és a noviciusok között van egy magyarországi magyar, van egy romániai magyar, és van egy romániai horvát. Tehát nemzetközösség képviselve van nálunk.
Igen. Hát, mint az elején mondtam is, hogy 38 országban képviselteti magát a rend, azért elég sok helyen. De erre majd később még kitérünk. Most azt szeretném még megkérdezni, hogy itt Magyarországon milyen feladataik vannak? Elsősorban az egyházközségekben tevékenykedünk, tehát a plébániai munka beleértve a pasztorációt, miség is egyéb ilyen tipikus papi tevékenység, ezen kívül hitoktatás is ide tartozik, ezen kívül lelki gyakorlatokat szervezünk is, vezetünk, ezen belül főleg a hivatást tisztázó lelki gyakorlatokat, melyek lehetőséget adnak a fiataloknak arra, hogy gondolkozzanak el a hivatásokon, vagyis az élet útjukon, amelyen legteljesebben meg tudják élni az életüket. Az életük teljessége ennek a keresésnek a célja is lényege. Tehát semmiképp toborzás, hanem a lehetőségnyújtás a pályaválasztáson, illetve az élet út választásába. És egy rendtársunk, Robert atya, aki tavaly előttig volt Galgai Vízi plébános, Gyulán hitoktató is, de az ott létesült foci akadémiának a lelki vezetője. Ez egy érdekes feladat lehet. És természetesen Szaniszló testvér kántorként tevékenykedik. Körülbelül ennyi. És hogy a nézők számára is kiderüljön, hogy eddig miért Szaniszló atya beszélt, hogy egy fél éve ön lett a magyarországi szalvatoriánusok előjárója. Igen, mi mindannyian lengyel tartományhoz tartozunk. A tartomány egy szerzetesi csoport, ami inkább személyekre terjed, nem területhez ragaszkodik, és így a lengyel tartományon belül létesült egy magyar közösség is, és én lettem kiválasztva erre a feladatra, hogy elől járjak, remélem a lelkiekben elsősorban, utána a szervezési dolgokban. És most ragadnám meg az alkalmat arra, hogy kíváncsi lennék a saját életútjukra. Szaniszló atya hogy jutott el idáig, hogy most már előjáró? Hogyan került egyáltalán a rendbe? Hogyan került kapcsolatba a szerzetes renddel? Tehát az, hogy most előjáró vagyok, egy pillanatnyi feladat. Ez nem egy tevékenység, hanem 3 évre kapunk ilyen kinevezéseket, illetve meg lehet hosszabbítani ezt a feladatot, illetve ezt az időszakot, amelyben töltünk különböző feladatokat köztük ezt is, de az életutam majdnem 39 éve kezdődött, akkor születtem. És Varsó mellett laktam a családommal együtt, Piasztów nevű városban, oda jártam általános iskolába és középiskolába, és ott kezdtem minisztrálni. Tulajdonképpen én a templom árnyékába nőttem föl, buzgó minisztrás voltam, és az egyházközségben, ahová én tartoztam, szalvatoriánus szerzetesek tevékenykedtek. Szóval már nagyon korán ismerkedtem meg velük, illetve a szalvatoriánus életstílussal, szalvatoriánus karizmával, bár nem nagyon foglalkoztatott engem a szalvatoriánus karizma. Középiskolában már igen. Először elmentem, 8. után elmentem egy hivatást tisztázó lelki gyakorlatra, és ott megérintett engem ez a kérdés, vagy kihívás, hogy mi lenne, hogyha én is lennék szalvatoriánus. Akkor tulajdonképpen fejlődött tovább, és az Istennel való kapcsolatom egyre mélyebb lett, és már középiskola vége felé tudtam, hogy én szalvatoriánus pap
szeretnék lenni, mert szeretnék menni misszióba, Afrikába. Már szalvatoriánusok akkor két országban tevékenykedtek, Afrikába, Tanzániában és Kongóba, mivel én tanultam angolul, Tanzánia közelebb állt hozzám, tehát Tanzániáról pár dolgot azért már akkor tudta, de később az érettségi után 1990-ben beléptem a szalvatoriánus rendbe, és természetesen kiszélesedtek a horizontok is, és a lehetőségek is megnőttek, illetve láttam, hogy mi mindent lehet csinálni a szerzetes rendben. És a vágyom egy kicsit megmaradt, alapvetően megmaradt, bár a misszió iránya megváltozott. Szlovákiát vettem célba. Miért pont Szlovákia? Egyszer jártam, néhányszor jártam Szlovákiában, és megtetszett. Olyan szimpatikus volt számomra, barátságosak az emberek, és méghozzá Szlovákiában is paphiány volt, és a rendünk vezetiségéről is származott egy ilyen felkérés, hogy fiatal szalvatoriánusok vállalkoznának bizonyos segítségnyújtásra volt kommunista államokban, de én is éreztem, hogy lehet, hogy nem Afrikában, hanem itt kellene tevékenykednem, valami közelebb állt hozzám. De ez később megint megváltozott. Negyedéves teológus voltam, amikor Magyarországra jártam, először is itt találkoztam, még nagyobb paphiánnyal és még nagyobb kihívással. És eldöntöttem, hogy úgy megéreztem, hogy ez az én helyem. Itt kell tevékenykednem. Akkor még tolmács segítségével beszélgettem a papokkal, a magyarországi papokkal, meg hívekkel, az emberekkel, akik meghívtak engem, meg többieket is, akik éppen akkor látogatóban jártunk erre Budapesten. És attól kezdve foglalkoztatott engem a kérdés, ez a kihívás, hogy tanuljam meg a magyart, és ide jöjjek szolgálni. És ez megvalósult. Önök eldönthetik, hogy hova szeretnének menni szolgálni? Tehát mi, mint szerzetesek, az engedelmességi fogadalmat teszünk, bár az engedelmesség nem abból áll, hogy vakon kell engedelmeskednünk az előjáró szavának. Az engedelmesség inkább az Isten akaratának keresésére kötelez minket, és mindannyian előjárók és a egyszerű tagok kell, hogy keressük elsősorban az Isten akaratát, az egyház javát, az emberek javát, és kövessük azokat a vágyokat, melyeket az Isten ültetett belénk is. Tehát egy összetett dolog, szóval mi is részt veszünk a döntéshozásban. És az én esetemben, meg mások esetében is így volt, hogy mi bejelentettük a készségünket, hogy szeretnénk Magyarországra jönni. És az előjárók igent mondtak rá, sőt, támogattak. Már szemináriumban kezdtem tanulni, vagy ismerkedni a magyar, szép magyar nyelvvel, ami nagy kihívást nyújt. Közel, szemináriumhoz közel lakott, már meghalt egy magyar hölgy, aki férjhez ment Lengyelországba, és ő mutatta meg, ráadásul nagyon színesen a magyar kultúrát, a magyar nyelv szépségeit, és tulajdonképpen másfél évig jártunk, mert már többen voltunk, akik érdeklődtünk a magyarországi szolgálat iránt, és utána volt egy szünet a tanulmányi ügyek miatt, és papászentelésem után, ami 97-ben történt, kikerültem
Temesvárra, hogy tanuljam a magyar nyelvet. Azért Temesvárra, mert akkor Magyarországon belül még nem volt szalvatoriánus közösség. Temesváron vannak szalvatoriánusok, vannak, és köztük természetesen magyarok is vannak. A hívek között is nagyon sokan, sok magyar van, szóval ott volt lehetőség tanulmázni a szép magyar nyelvet. De hány éve él itt Szaniszló atya? Tehát Temesvárra kerültem 97-ben, 98 óta itt élek Magyarországon. Uh-huh. Az alatt az idő alatt egész szépen megtanulta ezt a nehéz nyelvet. Tehát mély vízbe kerültem, mert a temesvári tanulás után már következő évben elkezdtem tanítani iskolában. De most elárulom talán a titkot, hogy lehet, hogy a tanítványaim is fogják hallani ezt, hogy én csak egy leckével voltam jobb náluk, mert előre egy leckét megtanultam, kiírtam a szavakat, melyeket nem ismertem, és következő alkalommal az órán okoskodtam, de egy ilyen mély víz után egy évig tartott ez a kemény képzés. Már tulajdonképpen boldogultam a nyelvvel. És Kristóf atya, hogyan került a szerzetes rendbe? Én a szalvatoriánusokkal zarándoklaton találkoztam. A gyalog zarándoklatról van szó. Én Bielszkobja városából származom, és onnan is szalvatoriánusok vezették egy csoportot Csenztahavába. És én részt vettem ezen az zarándoklaton, és ott találkoztam először a szalvatoriánus szerzetesekkel. Nekem igazából minden, vagy akár szerzetesi papok, vagy világi papok, ezek a papok, ezek is papok, mindegy. De és ebbe a csoportba, amit szalvatoriánusok vezették, én is zarándokoltam velük együtt, és először, amikor találkoztam velük, nem gondoltam, hogy én is lehetek szerzetes pap, de mert nekem picit más volt az utam a szalvatoriános közösségbe, mert én ipari iskolát végeztem, utána dolgoztam, közben tanultam, iskola után még dolgoztam, csak egy év után, amikor végeztem az iskolát, gondolkoztam, hogy hát mi lenne, ha én is pap lennék. Mivel is szintén, mint Szaniszló atya, én is minisztráns voltam, jártam ifjúsági csoportba, ami működött nálunk templomnál. Na és azzal gondolkoztam, hogy talán papi hivatás nekem is szólna. De mit dolgozott? Milyen iskolát végzett? Hát első szakmám esztergályos, utána gépész lettem, de közben lakatosként dolgoztam, több mint 3 éve. És először jelentkeztem egyházmegyei szemináriumba, de éreztem, hogy az a hely nem nekem való. És kerestem, illetve éreztem, hogy ilyen közösségi élet nekem való. És ebbe az évben éppen, amikor el kellett kezdenem szeptemberben tanulmányaimat szemináriumba, találkoztam egy szalvatoriánussal is, aki azt mondta, megtudva, hogy én is szemináriumba jelentkeztem, azt mondta, hát kár, hogy nem nálunk jelentkeztél, nem szalvatoriánus rendbe jelentkeztél, csak világi papnak. És ez a mondat bennem marad, és utána gondolkoztam, hát lehetséges, hogy ez a közösség nekem való szól. Mert én azzal a szándékkal jelentkeztem papnak, ha pap leszek, ha Isten az akarja, akkor inkább szeretnék szolgálni ilyen országokba, ahol pap hiány van elejétől kezdve. Persze akkor nem gondoltam, milyen országba szeretnék menni, de inkább azért, hogy na, ha pap, ha én pap lennék, én, mint Kristóf, akkor inkább ilyen országban, ahol pap hiány van. Mert hála Istennek egyelőre Lengyelországban elég sok pap van, és ott nem tapasztaljuk pap hiányt.
Na és az is nekem megtetszett, hogy amikor elkezdtem érdeklődni a rendről, mivel foglalkoznak a szerzetesek, a szabadtériánusok, és az kiderült, hogy külföldön is dolgoznak, nem csak misszióba, Afrikába, de más országokba, ahol paphiány van, akár Nyugat-Európába, akár Kelet-Európába, más országokba is. Na és nekem ezt megtetszett. Na és mielőtt elkezdtem tanulmányait szemináriumba, egyházmegyei tanulmányait szemináriumba, akkor döntöttem, hogy inkább nem oda, csak rendbe jelentkezzek, és utolsó pillanatban jelentkeztem ide rendbe, és az augusztus végén volt, szeptemberben pedig kezdődött a noviciátus időszak. És utána természetesen egy év tartott a noviciátus, utána 6 éve egyetemi képzés szemináriumba. Na és közben kiderült, hogy talán Magyarország is nekem megfelelne, de nagyon féltem nyelv miatt. De azért is Magyarország, mert én érdeklődtem több országból, sőt voltam is Fehéroroszországban megnézni, micsoda ez az ország, és őszintén mondom, hogy az elején arra az országra gondoltam, de közben jöttek néhányszor papok, akik szalvatoriánusok, akik éppen itt dolgoztak, és elkezdtek mesélni, mi a helyzet a Magyarországon. Itt nagyon nagy a paphiány, jó emberek vannak, mentalitásban is nagyon hasonlók lengyelekhez, nincs nagy különbség. Csak egy határa van, nyelv. De egy idő után ezt is nem okozza nagy bajot, lehet megtanulni ez a nyelvet. És lassacskán mesélték, én is érdeklődtem, és összehangoltunk, hogy én először idejöttem megnézni két hétre, micsoda a Magyarország, mert eddig nem voltam soha Magyarországon. Kik vannak itt, mert csak katalógusból ismertem a nevüket, de személyesen már nem, mert ők éppen befejezték szemináriumot, én beléptem szemináriumban, nem találkoztunk. Na és utána én is jelentkeztem tartományfőnöknél ezzel a szándékkal, ha van szükség rá, akkor engem is küldhet Magyarországra. De őszintén mondom, hogy elején úgy gondoltam, hogy egy-két-három évig Lengyelországban maradok, és megismerkedjem a papi szolgálattal, de amikor a papszentelésem után mondták nekem, hogy Magyarországra azonnal megyek, akkor megijedtem picit, de tudtam, hogy lengyelek között, illetve a plébányán lengyelek között leszek, és azt bátrabban. Könnyebben vállaltam. És mióta él Magyarországon? 6 éve már. Már vagy csak. Igen, viszonyítás kérdése. Amikor valaki egy új országba érkezik, akkor nagyon érdekes, hogy milyen benyomása van az országról, az emberekről. Uh-huh. Kíváncsi lennék rá, hogy önöknek milyen érzéseik, milyen élményeik voltak a magyarokról, Magyarországról. Krisztóf atya? Nekem nagyon pozitív. Meg voltam lepődve, én amikor ide jöttem, nem tudtam se egy szó se magyarul, és emlékszem arra a pillanatra, amikor Robert atyával elmentünk püspökségbe, püspök atyához, hogy megismerkedjünk egymást, és találkoztunk kapuban egy pappal, akinek is Robert atya engem bemutatkozta, és kérdezte, te lengyel vagy? Akkor lengyelul mondta ez a közmondás, lengyel-magyar két jó barát, és meglepődtem, hogy, és gondoltam, hogy ő lengyel, és kiderült, hogy nem, magyar, csak lengyelul megtanult ez a közmondást, és teljesen meglepődtem. Az, persze nálunk van ez a közmondás, lengyelul, lengyel-magyar két jó barát, nem tudtam eddig, hogy Magyarországon is van ez a közmondás. Ilyen szempontból például az nagyon
pozitív. Más dolog, mint papnak, az is számít, hogy na, lengyelek és magyarok nem állnak messze egymástól. Hasonló a mentalitás, tisztelik a Szűz Máriát, tisztelik a szenteket. Úgyhogy na, nagyon hasonló módon is imádkozzunk, persze más nyelven, de hasonló szokások is vannak, úgyhogy na, ilyen szempontból. Amikor én először jártam Magyarországon 95-ben, még frissen, a rendszer, viszonylag frissen a rendszerváltás után járt az idő, és találkoztam egy optimizmussal és a tenni akarással. Ez nekem tetszett, és valóban, amit Kristóf atya is mondott, mentalitás, magyar és lengyel mentalitás valahogy közel járnak egymáshoz. A szabadság szeretete, a függetlenség szeretete számít, és bár engem inkább a szükség hozott ide. Tehát már akkor eldöntöttem, hogy szabadságra többször jövök Magyarországra, Balatonra vagy más helyeken, de a szolgálatban inkább a szükség, a paphiány hozott engem ide. Könnyű volt beilleszkedni egyébként itt Magyarországon? Könnyű, természetesen. Elejétől kezdve tárt karokkal fogadtak minket. A hívek is, a papok is, de egyébként, ha az utcán a járókelővel beszélgettem is, valami szót nem úgy ejtettem ki, ahogy kellene, mindig megértéssel találkoztam. Tehát eleinte ez nagyon sokat segített, meg az, hogy magyar-lengyel két jó barát, együtt harcol Sissza barát, az megnyitotta az ajtókat is, és könnyű volt beilleszkedni. Tehát a segítőkész embereknek köszönhetően. Azt említették mind a ketten, hogy nagyon hasonlít a magyar és a lengyel mentalitás egymáshoz, de azért biztos vannak különbségek is. Milyen különbség van? Az egyházban és az egyházi életben vannak különbségek, abból adódóan, hogy Lengyországban a társadalom 96-7%-a katolikus, itt pedig megonosztva a társadalom. Csak 50% a katolikus, és a többiek keresztény testvéreink, és az is számít a különbségek közé, hogy a vallásosság egy kicsit erősebb Lengyországban. Több ember jár templomban, többen érdeklődnek akár lelki gyakorlatok iránt, tehát már mélyebb lelki élet iránt. Hitoktatás minden iskolában van. Tehát a légköre kicsit más, lehet érezni azt, hogy nagyon sokan vagyunk, erősek vagyunk. Magyarországon családiasabb a légkör a templomokban is, és az egyházközségekben. De mióta itt vannak, ugye 12 és 6 éve, vagy 13 és 6 éve, tapasztalnak változást? Jó, vagy pozitív és negatív irányba, hogy egy kicsit változik ez a hozzáállás? Szerintem a változások inkább a településekre vonatkoznak. Én annyira nem észlelem a változásokat az egész egyházban. Én eleinte Szödligeten szolgáltam, ami egy Pest környéki település, alvóváros, és ott az egyháznak más szerepe van, mint például Galgahévízen, ahol most szolgálok.
A Szőligeten fontosabb a közösségépítés, fontosabb a úgymond evangelizáció, hit hirdetés, mert elég sokan vannak, akik máshol nem találkoztak a kereszténységgel, illetve otthonról nem hozták magukkal a hitet, a vallásosságot. Galgahíviz egy régi falu, ahol megvan a falu közössége, és az egyházközségen belül megvan a közösség, de és itt inkább a meglévő vallásosság elmélyítése a feladat. Kristóf atya ugye nem régen lett plébános, előtte nem is dolgozott ilyen szerepkörben, jól hát tudom. Hát igen, 3 évet töltöttem Szőligeten, mint káplánként, ott szolgáltam is. Amit is Szanyiszló atya említette, teljesen más körülmények között. Ráadásul azt, hogy Szőligetről elláttunk Szödi, meg Csörögi templomot is. Más a feladataim voltak, itt teljesen más, mert nekem kell irányítanom, ott én csak azt teljesítettem, amit nekem szóltak, illetve plébános atya, ami szólt. Én segítettem neki. Most tőlem függ, milyen irányba megyünk. Én a plébánosi szolgálat, és vannak különbségek a hívek között is, mert ami is Szanyiszló atya említette, itt egyházi élet hagyományhoz is tartozik. De mindig kell keresni az új feladatokat, ami az idén, ami mostanában aktuálisak. Nagyon gyorsan változik az életmód, és sajnos azt tapasztaljuk is Galgahívízen is, és kell keresnünk megfelelő eszközöket, hogyan meghívjuk, vonjuk be a fiatalokat templomba, az egyházhoz, a gyerekeket. Azt tapasztalom, akár itt, az is szintén Szőligeten is volt, gyerekek, fiatalok el vannak teljesen foglalva reggeltől estig, és nincs idejük rá arra, hogy menjenek egy templomba, vagy templomi programokra is, mert annyi programjuk van iskola után. Azért kell közködnünk és keresnünk megoldások, hogyan lehet meghívni. Sőt, ráadásul azt, hogy ami mi is tapasztaljuk, fiatalok, hogy 10 évvel ezelőtt nem volt internet, illetve nem annyira használtunk az internetet, mint most. Most elég, hogy bemegyünk szobánkba, becsukjuk az ajtót, leülünk a számítógép előtt, és egész világ előttünk, és nem kell menni szórakoznunk sehova, mert előttünk számítógép van, és szórakozás is közben. Régen, amikor én gyerek voltam, gyakrabban mentünk focizni, kirándulni, biciklizni, mert az volt ilyen aktuális szórakozás lehetőség. Most megváltozod a... És milyen eszközeik vannak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, és minél több embert megérintsenek? Hát igen, ami Jordán atya is hangsúlyozta, hogy bármelyik eszköz, ami csak tudunk kihasználni erre a célra, az jó. Akár ha van ilyen lehetőség, megyünk moziba jó filmet nézni, akár valami kirándulás, valami program, közös program gyerekeknek, vagy most évvégén sikerült is szerveznünk a minisztrásoknak, Mária-lányoknak és szüleiknek egy programot. Örülök, hogy ilyesmit is sikerül. Na, mindig kell keresnünk megoldásokat. Nincs ilyen szerintem, hogy na, ilyen csak, és kész, nem. Hát egyszer az, másodszor teljesen más lehet. Úgyhogy állandóan közködünk.
Vannak terveik a jövővel kapcsolatban, meddig szeretnének Magyarországon lenni, más országba szeretnének elmenni? Tehát létezik egy fogalom, szerzetesi turizmus, ami azt jelenti, hogy lehet több országot meglátogatni és több országban lakni, de tulajdonképpen nem az a cél, hanem a feladat teljesítése azt kívánja, hogy a már megismert kultúrkörben, már megismert nyelven dolgozzunk. Én legalább nem tervezek mást. Bár tervezem a változásokat a munkámon belül, a hivatást tisztázó lelki gyakorlatonokon belül, szeretnék, most napokban ezzel foglalkozom, szeretnék hozni két új honlapot, ami az egyik ezzel a témával foglalkozna, a hivatást tisztázó lelki gyakorlatok, illetve más programok és más segítség. A másik honlap pedig egy zarándoklatról szólna. Már 5 éve zarándokolunk Częstochowába, gyalogos zarándoklatot szervezünk, 160 kilométert teszünk meg 6 nap alatt, útközben lelki program is történik, és ennek köszönhetően ez egy lelki gyakorlat az úton. Másik zarándoklatot most idén szeretném indítani, ami Magyarországról indulna, és Krakkóig tartana 250 vagy 260-70 kilométer lenne, és ez szintén egy lelki gyakorlat az úton lenne. Tehát ezek a tervek, ha érdekli a nézőket az zarándoklat vagy egyéb terv, akkor nézzék meg a www.szalvator.hu honlapot, ott megtalálnak kellő információt. És Krisztóf atyának? Persze, tervek vannak, különösen most az idén itt Magyar Egyházban az család évét tartjuk meg, és én arra szeretnék, és ebbe az irányba szeretnék menni. Amikor terveztünk gyerekeknek a programokat, fiataloknak, akkor azt tapasztaltam én is, akár itt, akár Szedligeten, hogy nem mindig gyerektől függ, milyen programban vesz részt, mert a szülők is döntik. És inkább az is szeretnék hangsúlyozni, hogy na picit szülőkkel is, vagy szülőknek valami programot szervezünk, hogy szülők is lássák meg, hogy egyházba érdemes küldeni a gyermekét, érdekes programok is lehetnek, jó társaságban is lenne a gyermeke. És azért is erre az irányba szeretnék menni. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz. Akár itt Magyarországon, akár máshol is sikeres evangelizációt. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Viszontlátásra!